Kedves végzős ácsok, a második videoblog. Na, szóval egyből a közepébe vágok a dolgoknak. Föltöltöttem a Drive-ba, tehát ugye itt vannak az anyagok, és akkor itt vagyok ugye én, hogy Forró Máté. Föltöltöttem pár dolgot. Föltöltöttem a portfólióhoz egy ilyen tetőösszesítőt, az összefüggő gyakorlatot, és találtam egy ilyen sémás dolgot is. Na, kezdjük azzal, hogy a portfóliót el kéne kezdeni csinálni. El kéne kezdeni a képek alapján, illetőleg ugye itt a projektek és a leírások alapján. Tehát ugye itt vannak a 3D-s képek, és ugye itt van egy hozzátartozó leírás. Tőlem kimásolhatod. Nyilván az egészet nem másolt ki, mert az egész nem kell szerintem. Jó, tehát nem baj ez, és kicsit egyformábbak lesznek. Ez, én azt gondolom, hogy nem annyira probléma. A második projektnek is itt van a leírása, jó? Tessék elolvasni. Képeket, profilokat belinkelni. Van a harmadik projektről egy ilyen összefűzött, és föltettem... De akkor nem ide tettem föl, hova tettem föl, hát most tettem föl. Az összefüggőhöz. Ja, ugye itt a szerkesztés, az összefüggő gyakorlat, ennek is van a leírása, Word-be, PDF-be. Jó, tessék használni, bemásolni, képeket használni, kicsit a zsindelyezésről beszélni, jó? Itt mindent megtaláltok, jó? A Drive-ba mindent megtaláltok. Akkor ide raktam a 4-es projektbe, ugye az utolsó kettő tetőcske, illetőleg ugye ez az utolsó. Jó, ez a kiforgatott szarufával, jó, tehát ugye itt van ennek egy ilyen végleges zsinórpadja. Tőlem erről is tehetsz be printskinnel képeket, ugye így kellene kinéznie, meg ugye maga a feladatlap is itt van, jó. Tehát ebből is nyugodtan másolhatsz ki, magadnak képeket. Jó, a hármas projektnek pedig ugye itten van a rajza, abból akkor viszont kell tennem, de abból is kaptál. Jaj, na nézz oda. Abból csak nyomtattam. Jó, akkor ahhoz még a vápáshoz fogok föltölteni rajzot. Jó. Na. Nézzük, a portfólióhoz föltöltöttem egy ilyen kis tetőszerkezetecske, nem is tudom. Ez egy kis összesítő, hogy legyen fogalmunk a tető típusokról, hogyha belekérdeznek egy kicsit. Jó. Ez még megboldogult fiatal koromban állítottam össze, egyetemre kellett valami anyag. Jó, ez is fönn van PDF-be, teljesen közszemlére van téve. Jó, úgyhogy tessék használni, ellopni. Jó. Pár szó van benne a tetőszerkezetekről, meg a fajták, nyilván itt sokkal több fajta féle van. Nagyságrendileg össze vannak itt most szedve. Jó, egyálló székes kettő, manzártos, nem manzártos. Jó, illetőleg itt benne, mi a Grandácsnál voltunk, volt szerencsém megnézni egy ilyen, hát a Grandácsnak ugye a könnyűszerkezetes házgyárát, hogy ez hogy is néz ki. Van egy kis leírás belőle. Jó. Ennyi. Jó, ezt is tessék megnézegetni. Jó. Ez a másodikhoz, én megnézem, hogy... Nem, majd... Azt majd töltök föl, jó? Tehát ide a harmadik projektbe, jó, ide a vápáshoz még töltök föl anyagot. Jó. Ami még egy kicsit jó, hogy a manzár tetőről találtam a diplomunkámba anyagot, ezt nyugodtan kicsit görgessétek és olvassátok végig megálligatva szépen a videót. Semmi extra nincs benne, összeszedtem, hogy miről szól egy ilyen manzár tető, miről nem szól egy manzár tető. Jó? Illetőleg van itt egy kis
rajz is hozzá a lehetséges csomópontokról. Jó? Hogy hogy nézhetnek ki, melyik micsoda. Jó, ezt kérdezhetem egy kicsit legalább ilyen felhasználói szinten, hogy tudjál róla egy picit beszélni. Jó? Na most a portfóliódba ugye egyet nem csináltunk, ezt nem feltétlen kell beletenni, jó? De kezdjétek el a portfóliót csinálni, jó? Mert ki fogunk az időből futni, és ez jó lenne egy kicsit átnéznem, jó? Tehát nyilván most ez igen az lesz, hogy egy-két ember igen megcsinálja, és az egy kicsit közszemlére teszi, a többiek meg lopnak, de igazániból minden a drive-on van fönn. Tehát, hogy mindenki el tudná kezdeni csinálni, össze kell ólózni az én műszaki leírásaimat, egy kicsit, na jó, akkor majd beszélek a... Jó, na ezt most végigbeszéljük. Jó, tehát manzártető részei szépen, lehetséges szarufállások, jó, ezeket elolvasgatod egy kicsit, jó, hogy nézhetnek ki. Jó, itt ugye az a fő különbség, hogy a tető folytonos lesz-e, vagy nem. Ha itt folytonos, akkor gyakorlatilag a fóliát teljesen terítem, teljesen összeragasztom. Jó, tehát teljesen folytonos. Nyilván törik az egyik tetősík, hogy fölé megy a másiknak. Jó, de itt, jó, persze kell majd egy beszellőzést csinálni, mert ugye ez olyan, mint egy másik tetőnek a vége. Vagy sima nyeregtetőnek a vége, de ezt majd tetőfedésen úgyis megbeszéljük, jó? Túllógatom egyiket a másik fölé, vágok éket, ez a vízcsendesítőm, anciglim, vagy, mint a parasztetős, második projektnél, vagy az első projektnél, gyakorlatilag így csinálom, hogy a födémgerendeket kilógatom és ráteszem. Ez gyakorlatilag, amit már csináltunk, az a parasztetős történet. Jó? Tehát, hogy minden fölémgerend, a kötőgerend, az köti össze a tetőt, szerkezetet, és abban vannak a főső szarupák becsapolva. Így statikailag teljesen különválik a felső tető az alsó tetővel. A felső tető az, mondom, egy fölémgerendás parasztető, ez pedig simán egy hát nem fölfüggesztett, hanem akasztott, mert ugye fölül akasztom, alul támasztom, tehát egy sima, meredek féltető, és igazániból ennyi a nagy hajtrözködés. Jó, ezt még el lehet egy kicsit olvasni, igazániból ártani nem árt. Elolvassátok szépen. Hú, mennyit írtam, Jézus Isten. Jó. Igen, jó, szellőző csap a végén, igen. Ez fontos. Jó, innovatív eszközök, erről már beszélgettünk egy kicsit. Jó, úgyhogy ennyi. Na, egy kis szünet következik. Na, szóval a szünet után föltöltöttem most ide a hármashoz ugye 3D-s sémaképeket, jó? Ezeket szépen beszúrhatod. A szerkesztéseket ugye ne felejtsd el, ugye, hogy honnan jöttek mondjuk egy ugye oda és vissza ugye gyakorlatilag, hogyha emlékszel, hogy készítettük el a vápának az oltását, ugye, hogyha emlékszel, akkor egy kicsit nagyítani rajta, jó? Tehát ugye elvittük ugye a kelet, ugye ez az oltás segédvonal, ugye, hogyha emlékszel, az oltás segédvonala, jó? Ugye az oltás segédvonal, ugye az a Laci bütű, Laci a teljes vízszintes, ugye bevetítve, teljes vízszintes bevetítve,
ahol már nem tudok többet nagyítani, ahol ugye ütközött ugye itt a ereszpontnak a merőlegesével, onnan jött ugye Q1, Q2, azt vetítettük ugye oda szépen vissza, itt az oltás ugye a közepéhez ment ugye, azt összekötötted ugye a shifter vágás jobb és bal oldalon, meg a shifter vágás jobb és bal oldala, jó? Na most, ugye itt van a történet sémában is, tehát egy pár szót innen is megállíthatod, aztán kivághatsz videót. Tehát ugye egy dolog, hogy ez egy összetett tetőszerkezet, konty és órom történet van. Jó, él és a váp párhuzamos, 45 fokos, tehát a tetősíkok azonos dőlésszögűek, jó? Illetve a gerinc magasság mindenhol azonos, tehát ugyanabban a tető szélességben fordul be a szerkezet. Tehát ugye ez egy nagyobb társasház, és ugye ennek az egy negyedét készítette el egy valaki. Jó, szerkezet különlegessége. Jó, normál szarufa van, normál szarufánk, ugye? Egy normál szarufa, még egy normál szarufa. Jó, van ugye mitlifánk, ugye a középső fa, ugye erről beszélgettünk. Jó, hogy ez hogy mind kell kiszerkeszteni. És ugye van ojtott shifterünk, és van sima shifter vágásunk, illetőleg ugye van leélezett élszarufánk, ugye ennek ugye a metszete ugye mutatja, hogy ő le van ugye a síkra, ugye rá le van élezve. Jó, ugye ezt elmondjuk az előnyét a leélezésnek, hogy teljesen fölfekszik az ellenléc, nem pedig egy él mentén. Tehát egyébként statikailag az egyáltalán nem is jó egyébként, hogy egy él mentén egyik szöggel erre teker, másik szöggel arra teker, rakjuk föl az élszorítót. Jó, hogyha valaki ügyes, akkor jól tud szögelni, meg csavarozik esetleg, de akkor is egy kókány megoldás. Vápa. Jó, na most ugye itt a hajlat. Nincs fölvágva a hajlat. Le van sülyeztve. Jó, mélyfekvés, úgy mondjuk, hogy mélyfekvésű. És így viszont ugye rá vannak ugye ojtva a vápaszarufák, jó? Rá vannak ojtva vápaszarufák, a vápaszarufára vápasifterek, jó? Ezt egy olyan különleges rajzolással, tehát ugye ez egy felső ojtás, jó? Ez azért is jó, mert ugye statikailag beszélgettünk arról, hogy míg a shifterek ugye támasszák fölfelé az élszarufát, tehát ugye ez nem tud lemenni, mert akkor el kéne tolja az élszarufát, ugye nem tud lecsúszni. Tehát saját irányára lefele, erre, ő lefele függőlegesen nem tud lecsúszni a shifter, mert az él nem engedi. Jó? Viszont, ha csak simán vágom ugye a vápa shiftert, akkor csak a csavar tartja az gyerekek. Tehát itt oldalról, ha meg van a csavarozva, semmi más nem tart, tehát a csavar tisztán, hát hajlításra és hajlításból adódó nagyon nagy nyíró feszültségre van kitéve, ami azért sem jó, mert a csavar még hagyján, jó, de ugye itt hiába csavarod mondjuk 4-5 centire a végétől, attól a simán el tud hasadni, hogyha nagyon nagy fesztávú. Tehát, hogyha mondjuk van egy olyan vápa shiftered, ami mondjuk akár egy 4 méteres szarufa is lehet, ugye ez, amiről itt beszélek, akkor azért itt komoly súlyok lehetnek. Na most nyilván ez nem sok, mert most ugye ebbe a 6x4-es keresztmetszetbe ez itt fél centi. Az életben lehet, hogy mondjuk 2-3. Ez nyilván nem a világ vége terheléssel, de akkor is jóval sokkal több, mint hogyha csak a csavar, vagy csak rosszabb esetben csak a szög tartana. Jó? Ezt egy kicsit nyugodtan le lehet írni. Jó? Ezt nyugodtan egy kicsit le lehet majd írni. Jó? Ennek idézőjelben ez a főként lényege, hogy sokkal erősebb lesz a szerkezet statikailag, hogyha ráojtom szépen. Jó, én erről ennyit többet nem beszélek, ugye beszéltünk itt az előbb a szerkesztéséről, jó, nyugodtan most nagyva itt kicsit megmutatom, meg tudod nézni, melyik honnan jött, melyik vonal honnan jött, jó, ugye itt kellett, ugye itt alakult ki, ugye látod, ugye itt, mert ugye azt mondjuk, hogy ide rajzolunk, ugye berajzoltunk egy másik normál profilt, jó? Egy másik normál profilt, felvetítettük itt is ugye a vonalakat, jó? Ugye a lacibütű ugye itt már megvolt, jó? Tehát itt megvolt az oltás segédvonal, jó? Tehát ugye itt van
az oltásomnak gyakorlatilag a segédvonala, jó? Jó? Oltás segédvonal, ugye megy szépen fölfelé, jó? És megvan a... Nézd meg a kis genyót. Meg ez az oltás segédvonal. Innen tudom szépen fölvinni. Méreteimet jobb oldal, bal oldal, Q2, Q2, Q1-ek, Q1-ek. Szépen itt össze kötözgetem, ugye ott vannak a történetek, és ugye itt kialakul a kis alsó bütűnézet, jó? A élszarufánál az oltás inkább esztétika, a vápánál az oltás az inkább statikai szempont is. Na, és akkor egy kicsit nézzük még azt, hogy sema. Jó, találtam ilyen izéket, nézd csak. Ilyen Prinszkine séma, hát ez még az egyetemen, fú, nagyon-nagyon régi történet, ez még régi sémás dolog. Régi sémás szerkesztés. Jó? Viszont a végig mész rajta lépésről lépésre, ez egy 100 lépéses séma. Hát nevezik tanfolyamnak. Jó? Akkor a végén összeáll egy ilyen tető szerkezetecske. Jó? Meg is lehet rajzolni. Ez egy nagy kontyolt, T alakú kontyos sztorimori. Jó? Nyilván a parancsok egy kicsit mások, én ezt aláírom, mert ez egy régi séma, viszont hasznos. Jó, viszont elég hasznos. Jó, na akkor megbeszéltünk mindent. Jó. Hát végzett ácsok lesztek szépen itten, kérem szépen, tessék belehúzni a videót, pedig megnézni egészségetekre.